Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit. Ez egy örömteli alkalom, amikor egy olyan egészségügyel kapcsolatos témában tudunk sajtótájékoztatót tartani, amiben a magyar ellátás nyugodt szívvel mondható, hogy világszínvonalú. Kevés olyan tevékenység, illetve népegészségi kérdéskör van, ahol pozitív értelemben tartozunk a világ élvonalához. Az oltási rend az szerencsére ilyen. Igen régre nyúlik már vissza ennek a magyarországi történelme, és amint arról már korábban is beszámoltunk, az örömteli kezdeményezés tudott most már egy kormányzati támogatást kapni, hogy újabb oltással szélesedett a magyar oltási rend. Két ilyen tétel van, az egyik az a már oltási rendben bent lévő pneumokokus, ami eddig kötelező volt ajánlani, most már a kötelező rendbe került be. A másik pedig a HPV elleni védőoltás, ami ugyebár a humán papilloma vírus elleni védőoltást jelenti. Ezen vírusok okozzák a méhnyakrák kialakulásának több mint 90%-át. Nos, most ebben az évben sikerült bevezetni azt, hogy ezt az oltást is kötelező ajánlani. A gyermekek, természetesen lánygyermekekről van szó, a 12. életévüket betöltve egy iskolai kampányoltás keretében fogják kapni ezeket az oltásokat. Ennek a pontos részleteinek a kidolgozása még folyamatban van, de idén ez elkezdődik. És amit szeretnék még végezetül elmondani, hogy sajnálatos módon nem értékelik sokan eléggé a helyén azt az igen jó vezető szerepet, amit Magyarországon az oltási rend betartásával sikerült a fertőző betegségek leküzdésében elérni, és sajnálatos módon mindenféle rémhírek is szerepelnek ma már úgy a közbeszédben, mint a lakosság körei között. Azt szeretném mondani, hogy az államtitkárság úgyis, mint intézmény, és úgyis, mint a felelős orvosok térden állva könyörgünk mindenkinek, hogy ne kérdőjelezzék meg, és ne relativizálják a védőoltásokat, a védőoltási rendet, hiszen ezzel nem csak a saját gyermekeiket, hanem a környező családok gyermekeit is veszélyeztetik. Higgyék el, hogy ha van olyan dolog, amivel nagyon sok bajt lehet megelőzni, mint például korábban a járványos gyermekbénulás, vagy éppenséggel a himlő, amit sikerült a világon is leküzdeni, akkor ez egy ilyen rendszer, tehát mindenki oltassa be a gyermekeit, kérjenek felvilágosítást az orvosoktól, és amint azt már egy korábbi alkalommal egy kérdésre én is elmondtam, mindkét serdülő lányomat én is beoltattam, azt hiszem, hogy ennél meggyőzőbb érvet talán nem lehet arra mondani, hogy bizonyosak vagyunk abban, hogy ezek a védőoltások, ezek hatékonyak és fontosak. Köszönöm szépen a figyelmet! Köszönöm szépen, és én is szeretettel köszöntök mindenkit. Van egy olyan mondás, hogy az élet, az igazi élet 40 év felett kezdődik. Ezt nem azért mondom, mert én is már 40 év felett vagyok, hanem azért, mert éppen 40 esztendővel ezelőtt hirdette meg az Egészségügyi Világszervezet a kiterjesztett védőoltás programját, amihez később nagyon sok ENSZ szervezet és alapítvány is csatlakozott, és aminek eredményeként tulajdonképpen sikerült az európai régiót és a világ nagy részét is például már poliómentessé tenni. És ennek keretében indult el 9 évvel ezelőtt a védőoltási hét sorozat, az európai régióban ezt 9. éve ünnepeljük, és Magyarország az első között csatlakozott, szintén 8. éve ünnepeljük itthon, és az egész hét arról szól, hogy a védőoltásokkal megelőzhető fertőző betegségekre és az ellenük való védekezés fontosságára felhívja a figyelmet. Miért is? Még mindig globálisan évente 2-3 millió halálesetet lehet megelőzni.
megelőzni védőoltásokkal. De még mindig minden ötödik gyermekből egy gyermek nem kapja meg a védőoltást. Hogyha az európai régiót nézzük, akkor az évente kb. 10 millió újszülöttből 650 ezer még mindig nem kapja meg például egy éves kora alatt a diftéria, tetanusz, szamárköhögés elleni védőoltás mindhárom dózisát. Az idei védőoltási hét arra is szeretné felhívni a figyelmet, hogy az egész életen át tartó védelem mennyire fontos. Nem csak gyermekeink védelme fontos, nem csak nekik van szükségük és joguk arra, hogy megkapják ezeket az oltásokat, hanem igenis minden egyén és felnőtt is menjen el, és nézesse át a védőoltást. Ez azért is fontos, mert például felnőttek körében egyre gyakrabban látunk szamárköhögés járványt. Nyilván a gyerekekre már kevésbé a gyerekekre, ez sokkal veszélyesebb, mint a felnőttekre, de a felnőtteknél is hosszantartó, heteken áttartó, nagyon komoly tüneteket tud okozni, ami megelőzhető egy egyszerű védőoltásra. Ugyanez elmondható az európai régióval a kanyaró rubeolára. Míg a világ nagy részén lassan sikerül elérni, hogy a kanyarót felszámolják, Európában éppen ellenkező a helyzet, ami annak tudható be, hogy az európai régióban van egy bizonyos védőoltás ellenesség kialakulóban, és ezért, ha csak a tavalyi évet nézzük, több mint 31 ezer kanyaró eset volt, de rubeolából is volt több mint 39 ezer eset, és ebből egyébként 38 ezer Lengyelországban volt a tavalyi év során a rubeolából. Ezért is tartjuk nagyon fontosan, hogy az idén majd el fog hangzani az utánunk jövőknek, csatlakozik egy olyan szülőkből és civilekből álló, most induló egyesület, akinek éppen az a fő célja, hogy eloszlassa a tévhiteket a megfelelő szakmai információkkal a lakosság és egyének körében. Még egy bejelentést szeretnék tenni, a WHO éppen azért, és akár a saját tapasztalat kiindulva, hogy megkönnyítse a szülők dolgát, egy olyan mobil applikációt fejlesztett ki, ezt négy országba tesztelik, köztük Magyarországon, és ez majd most indul, amelyet a szülők vagy akár felnőttek automatikusan letölthetnek, ez mind Android, mind más rendszerre alkalmazható lesz, és ami a gyermek születési dátumát, nevét, profilját beütve automatikus emlékeztetőt küld, akkor, amikor esedékes egy védőoltás. Ezt személy szerint én azért tartom fontosnak, mert én magam velem is előfordult, hogy elfelejtettem az aktuálisan következő ez a védőoltást a gyermeknél, nyilván nem mindegy, hogy újra kell kezdeni az egész sorozatot, vagy nem. Úgyhogy ez egy olyan alkalmazás, amik mellé szintén mellé áll ez a civil egyesület, bárki számára elérhető lesz. Úgyhogy bízom benne, hogy itthon az önök segítségével is tudjuk azt közvetíteni, hogy megbízható, biztonságos oltóanyagokkal ezeket a betegségeket meg lehet előzni, és ezzel éljünk is. Köszönöm szépen! Kedves jelenlévők, szeretettel köszöntök én is mindenkit, és önökön keresztül minden magyar embert. Európai védőoltási hétnek a jelentősége az, hogy ráirányítsa a figyelmet a védőoltások fontosságára. A célja pedig az, hogy azt vegye mindenki komolyan, hogy a gyerekeknek jár a védőoltás, a gyerekeknek egészségének szüksége van rá, és a jog számukra, ezt a magyar jog számukra biztosítja. A hazai védőoltási rendszerről már sok jót hallottak, és lényegében én is megismételném azt a fantasztikus eredményt, hogy olyan világban élünk, amire az emberek már évezredek óta vártak. Tehát az emberiség régi álma volt, hogy himlőmentes világban éljünk. Mi himlőmentes világban élünk 1980 óta. Ez egy olyan betegség volt, amelyik nem válogatott királyok, császárok és a legegyszerűbb emberek gyakorlatilag folyamatosan szenvedtek tőle. A másik nagy eredmény az 2002 óta az európai polgároknak ad biztonságot, poliómentes világban élünk. A poliomielitis az a gyermekbénulást jelenti, és gyakorlatilag még én is emlékszem gyerekkoromban, hogy ez micsoda veszély jelentett, hogy az országban itt a poliójárvány zajlott. A következő nagy eredménye a magyar védőoltási rendnek, és ez elsősorban a magyar védőoltási rendszer dicséri, hogy 12 éve nem fordult elő az országban kanyaró megbetegedés. A kanyaró egy olyan betegség, ami az 50-es években a legtöbb halálesetet jelentette a gyerekek között. Tehát gyakorlatilag egy olyan fertőző betegség volt, amiben a jelentett fertőző betegségek közül a legtöbb haláleset történt. Tehát ez is egy igen nagy jelentőségű dolog, nem beszélve arról, hogy Európa szerte, hogy előbb hallottuk itt a WHO irodavezető asszonytól, Európa szerte kanyaró járványok zajlanak.
Európa szerte többen halnak meg, gyerekek, felnőttek kanyaróban. Tehát ez egy nagyon nagy eredmény. Az, hogy a magyar védőoltási rendszer ezt biztosítani tudja, én túlzás nélkül állítom, hogy ez egy hungarikum. Erre oda kell figyelni. Ez nem véletlenül van év, így évtizedek óta tulajdonképpen jelenleg is azon dolgozik mindenki, hogy a gyerekeink és az egész lakosság védett legyen. Miért fontos ez? Nem csak gyerekkorban vannak védőoltások, hanem ma már a csecsemőkön kívül a serdülőkre, a felnőttekre, fiatal felnőttekre és az idősekre külön gondolunk, és a védőoltási rendszert úgy alakítottuk ki, hogy ezekre mindegyikre a megfelelő, a világon elérhető lehetőségek mind hazánkban is biztosítva vannak. Még egy fontos szempontot szeretnék megemlíteni a védőoltások mellett, és ez pedig az, hogy olyan védőoltásokkal rendelkezünk, olyan betegségek ellen, amelyek ellen nincsen gyógyszer. Tehát a megelőzésnek egy abszolút igénybevendő formája például az, hogy nincsen gyógyszer rubeola ellen, nincsen gyógyszer kimondottan tetanusz ellen, nincs kimondottan gyógyszer mumps ellen, de ezek ellen a védőoltások védenek. Tehát számos olyan betegség ellen kapnak, akár a kanyarót is említhetem. Tehát direkt olyan gyógyszerrel nem rendelkezünk, ami ezeket a betegségeket, hogy úgy mondjam, kezelhetné. Itt van a veszettség, a lissza, itt van a kulancsenkefalitis, ami ellen gyakorlatilag a megfelelő megelőzést, védelmet, az kimondottan a védőoltás biztosítja. Úgyhogy én arra szeretnék kérni mindenkit, hogy a védőoltásokkal kapcsolatban helyén kezelje a dolgokat. Mária Terézia óta, aki először vezette be a kötelező himlőoltást, mindig mindenki azon dolgozott, és ezt a magyar lakosság igen nagy része el is fogadja. A kötelező védőoltások teljesítése 98% fölötti Magyarországon. Tehát akkor, amikor arról beszélünk, hogy sokan megkérdőjelezik, én azt tudom állítani, és ebben magam nagyon biztos vagyok, hogy a rendkívül jó, kiváló járványügyi helyzetünk annak köszönhető, hogy a legnagyobb többség igenis igénybe veszi a védőoltásokat, mi pedig ezeket felelősséggel közvetítjük számukra. Köszönöm szépen!